Kedves diákok, kedves szülők, kedves pedagógusok, kedves kollégák! Iskolánk a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma idén kissé rendhagyó módon tartja meg hagyományos évzáró ünnepségét. Kérem, fogadják szeretettel az alábbi gondolatokat. Ez a tanév is sok érdekességet tartogatott számunkra. Részünk lehetett sok örömben, de sajnos bánatban is. Ellenben úgy gondolom, most inkább a sikerre, a szép eredményekre és a sok-sok jó élményre érdemes visszatekinteni. A tanév részben már augusztus végén elindult, hiszen akkor vett részt az új 9. évfolyam nagyobbik fele a gólyatáborban. Ezután szeptember 2-án az új tanulók többsége is már-már ismerős arcokat láthatott az évnyitón, ugyanakkor biztosan tele voltak kérdésekkel és vágyakkal az előttük álló tanév kapcsán. Minden évfolyamra igaz az, hogy a sok-sok izgalmas tanóra mellett számos tantermen kívüli foglalkozáson, programokon is részt vehettek. Csoportjaink többek között ellátogattak a Szerencsi Csokoládégyárba, a Győri Audi üzembe, a Herendi Porcelán Manufaktúrába, a Budapesti Állatkertbe, az Etyeki Filmstúdióba. Több mozi és múzeum látogatást is szerveztünk, gólyanapot tartottunk a 9. évfolyam számára, és a szakmai fejlődéshez szorosan kapcsolódva idén is érdekes és hasznos élményeket tartogattak a pénzét és a pályaorientáció napjai. Bízom benne, hogy sikerült eltölteni ezt a tanévet úgy, ahogy szerettétek volna. A mi munkánk az, hogy megteremtsük a körülményeket az eredményes tanuláshoz, és az élményekkel teli mindennapokhoz. Ha a diákok szép bizonyítványokat kaptak az osztályfőnöküktől, és szerettek bejárni évközben az iskolába, akkor úgy gondolom, mi jól végeztük a dolgunkat. Sokan közületek nagyon szépen szerepeltetek különböző szakmai és közismereti versenyeken és megmérettetéseken. Gratulálunk, és köszönjük, hogy hozzájárultatok iskolánk jó hírnevének fenntartásához. Fontos megjegyeznem, hogy összesen 63 diák kap ösztöndíjat a kimagasló tanulmányi eredményéért. Gratulálunk nekik, és köszönjük a munkájukat. De iskolánk büszkeségeiről, a legjobb tanulókról külön is szeretnék szót ejteni. Ők azok, akik évről évre bebizonyítják, hogy a tanulásba fektetett munka meghozza a gyümölcsét. Kitűnő bizonyítvánnyal zárta le ezt a tanévet Kis Varga Regina és Vanyova Letícia 9. A osztályos, Takács Fili 9. E, Kovács Veronika 11. A, Víg Virág 11. D és Jaksa Katinka Antónia 12. D osztályos tanuló. Gratulálunk nekik, ez nagyon nagy teljesítmény. Ugyanígy elismerést érdemelnek azok a tanulók, akik hiányzásmentes tanévükkel mutattak példát a többieknek. Linter László 9. A, Bekő Dorina 9. D, Barta Gabriella 9. E, Kovámály Jonilla 10. D és Szakás Boglárka 10. E osztályos tanuló egyetlen órát sem hiányzott a tanévben. A sok-sok élmény és tanulmányi siker mellett más is emlékezetessé tette ezt a tanévet. Köszönöm minden pedagógusnak, szülőnek és tanulónak, hogy a járvány időszaka alatt is helytálltak, és tovább folytatódhatott a munka. Kedves tanulók, ne maradjatok mindig otthon a nyári szünetben, használjátok ki a szabadidőt, de legfőképpen vigyázzatok magatokra és egymásra. Nagyon bízom benne, hogy szeptember 1-én a szokott módon fogunk találkozni, és újból az udvaron tarthatjuk az évnyitót. Addig is nagyon sok szép élményt és kellemes pihenést kívánok mindenkinek. Akkor mely szívemben szól,
amit Dávid játszott, és az Úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra. Az ötös követte a négyeset, egy moll, egy dús már is megszületett, s a király zavarban súgta, halleluja! 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 Bizonyság kellett, bár volt hited, a háztetőn állt, s hosszan nézhetted, holt fényében fürdött kivirulva, és megbűvölt, levágt a hajad, leláncolt, széttörted trónodat, az ajkadról ellopta végleg, halleluja! Halleluja, 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 halleluja. Én próbáltam, hát ennyit tett, kezemre érint és nem felel. Igazat mondok, bármi szép vagy csúnya. S bár meg lehet, hogy tévedek, a dalra elé úgy léphetek, hogy nyelvemen nincsen más, mint halleluja. Szerintem ez az év rendkívül furcsa volt. Szerintem ez a tanév igazán érdekesre sikeredett. Belekóstolhattunk abba, hogy milyen érzés egy magántanulónak otthonról tanulnia, illetve teljesíteni a feladatait. Itthon tanulni kész katasztrófa. Ezt az időszakot vehetjük úgy, mint egy kihívás. Van, akinek sikerült, valakinek nem. Én élveztem. Sokszor visszakönyörögtem, hogy már csak visszamehetnék az iskolába. Nem érdekel, ha korán kell kelni. Csak kérlek, kérlek, hadd menjek vissza. Tanév végére sikerült szerintem mindenkinek kipihennie magát az online oktatás miatt. Viszont kicsi rossz is volt benne, mert így nem tudtunk találkozni úgy emberekkel. A fele nekem tetszett, így a másik fele, mert igazából nagyon sok mindenben tudtam javítani. És így igazából közelebb állok a céljaimhoz, amire most jöttem rá, hogy nagyon oda kéne figyelnem. Most, hogy jön a nyár, még jobban fogok nyilatkozni. És igazából nem volt bajom azzal, hogy elkések. Nem volt probléma általában a feladat megoldásával sem. Szerintem ez az év nem volt olyan rossz, még jól is sikerült. Az online tanulás egy kicsit fura volt az elején, és nehéz egy picit, de az végre egész jól belejöttem, és az egészben a kedvencem az az volt, hogy nem kellett korán kelnem, és kellettem 11-kor is. Szerintem ez a tanév nehéz volt abból a szempontból, hogy át kellett állni egy másik tanulási módra, de megszokható volt,
De abban a szempontból könnyű volt, hogy sokat lehettem itthon, és tudtam pihenni. De nagyon-nagyon szívesen visszamennék az iskolába, hogy lássam újra a barátaimat, találkozzak velük, beszélgessünk, nevessünk, és együtt üljünk az órákon. Hiányzik az, hogy iskola után elmehessek a barátaimmal enni vagy sétálgatni, és az is hiányzik, hogy az osztállyal együtt legyünk és együtt tanuljunk. Nagyon hiányoznak a barátaim, azaz edelseim, akikkel nagyon jobban vagyok, és hiányoznak azok is, akik most balaktak a suliból, mármint most végeztek, és őket ugye már nem fogom látni minden nap a suliba. Hiányzott a barátokkal való mindennapi találkozás. Nagyon hiányzott a közösség. A tanárok, a barátaim és az egész iskola. A reggeli késések és a büfé is nagyon. Persze, jó volt sokáig aludni, de a rendszer az életünk része, és ez remélhetőleg nem ismétlődik meg. Szerintem ez a tanév furcsa volt, emiatt a kialakult helyzet miatt ugyanis nehéz volt megszokni ezt a távoktatást, de meg lehetett szokni, és hát hiányoztak a barátaim is, akikkel nem tölthettem nagyon sok időt, de remélem, hogy szeptemberben eljön ez az idő is. Jövőre remélem, hogy tudunk más suliba menni, és az egész tanévet, mivel ugye a jövő évben nagyon sok minden érdekes lesz, szalagavató az érettség, és remélem, hogy ugyanúgy fogok tanulni, mint ahogy most sikerült, mert nagyon sok időm volt, és nagyon remélem, hogy következő tanévben is tudok így teljesíteni, hogy most a második fél évben. Jövőre remélem, zökkenőmentesebb lesz a tanév, és mindegyikünknek jól sikerül az érettségi. Jövőre remélem, hogy már nem lesz otthontanulás, mert azért mégiscsak jobb a dolgokat megtanulni az iskolában, és remélem, hogy meg lesz jövőre az érettségim. Rímes a súcsa, a kesztes, hogy lököm a textus, remélem meglegyőztes. Elkemmel képzáróra, szó sincs róla, te kis bamba, csak nyomj egy lány, vagy tudjuk. Ez is tartott vége, sus becsöntjú, nincs itt mesel, vizi megy végén. Kitört a szünet, mint a Covid, talán ez egy kicsit morbid, de meglátod majd milyen rakna. Úgy csófőcsű, bajcsítóval, azt mondjuk, évhét óra, várunk az iskos. Sziasztok, osztály! Szevasztok, tanár! Éjjelek, éjjelek!
jövőre újból nyitva lesz a kapu előttetek, de most a 2019-es 20-as tanévet lezárom.